Találkozások Július 1. Hogyan kereste meg Jézus az embereket? Harmadnapon mennyegző volt a galileai kánaámban, amelyen Jézus anyja is részt vett. És Jézust is meghívták a tanítványaival együtt a mennyegzőre. János 2.1-2-ig Kánában mennyegzőre készültek. A jegyes pár József és Mária rokona volt. Krisztus is értesült a családi összejövetelről, és arról, hogy sok befolyásos személy is jelen lesz. Azért újonnan elhívott tanítványai társaságában Kána felé vette útját. Amint az ott élők megtudták, hogy Jézus a városba érkezett, külön meghívást küldtek neki és barátainak. Jézus csatlakozott az ünnepségen megjelent társasághoz. A világjasság, könnyelműség a leghalványabb árnyékot sem vetette magatartására. Jelenlét által megszentelte az összejövetelt. Krisztus minden korszak híveinek azt tanítja ezzel, hogy ne zárkozzanak el a társaságtól. Ne szakítsuk meg a társas érintkezést ne igyekezzünk visszavonulni embertársainktól. Ha meg akarjuk szólítani őket, ott kell találkoznunk velük, ahol elérhetők, hiszen maguktól ritkán keresnek meg bennünket. Az emberek szívét nem csak a szószékről érinthetjük meg az Isteni igazsággal. Krisztus felébresztette az érdeklődésüket azáltal, hogy a javukat akarva ment közéjük megkereste őket mindennapi munkájuk közben, és önzetlen érdeklődést tanúsított irántuk. Tanításait bevitte a nép otthonába, és egész családokat nyert meg Isteni jelenlétének befolyása által. Jézus megdorgálta a mértéktelenséget, a bűnös vágyak kiszolgálását és a balgasságot. Mégis társaságkedvelő volt elfogadta a meghívást, hogy együtt étkezzen a tanultakkal, nemesekkel, szegényekkel és szenvedőkkel. Nem adott engedét a kicsapongásra és tivornyára. Azonban az ártatlan vidámság kedves volt számára. A zsidó mennyegző ünnepélyes és megragadó esemény volt, amelynek örömétől megváltunk nem zárkozott el. Július 2. Úgy szeresd az embereket, ahogyan Krisztus szerette őket. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János Evangéliuma 15.12. Krisztus megvalósította életében Isten tanításait. Igyekezete azonban sosem ragadta el, nem tette szenvedélyessé. Következetes volt, de nem makacs és kérelhetetlen. Jó akaratú volt, de nem gyenge. Kedvesen és együttérzéssel közeledett az emberekhez, de érzelgőség nélkül. Nagyon kedvelte a társaságot, azonban megőrizte méltóságát, senkit sem bátorított bizalmaskodásra. Sosem volt vakbuzgó, sem ridegen szigorú. Nem alkalmazkodott a világhoz, de nem volt közönyös a legkisebbek szükségletei iránt sem. A nehézségben lévők felé mindig részvétel fordult. Jézus korai gyermekségétől fogva olyan életet élt, amely az alázatosság, szorgalom és engedelmesség tökéletes példája volt. Mindig gondoskodó, figyelmes volt mások iránt, és önmegtagadást gyakorolt amely pecsétjét viselve jött el, de nem azért, hogy ő neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Krisztus önzetlen élete minnyájunk számára példa. Jelleme a mintaképe annak a jellemnek, amely bennünk is kiformálódhat, ha követjük megváltónkat. A tapintatosság és jó ítélőképesség sokkal hasznosabbá teszi a munkánkat akkor lehetünk komoly hatással másokra, ha a megfelelő szavakat szóljuk a kellő időben, és helyes lelkülettel viszonyulunk azokhoz, akiken segíteni szeretnénk. Kedvesen kell bánnunk azokkal, akiknek a hite és a tantételei különböznek a miénktől, mert ők is Krisztus tulajdonai, és találkoznunk kell velük a végső számadás nagy napján. Szemtől szemben állunk majd az ítéletkor, és akkor már nem úgy fogjuk értékelni gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, ahogyan most tesszük, hanem úgy látjuk majd mindezeket, amilyenek a valóságban voltak. Isten kötelességünké tette, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Krisztus szeretett bennünket. Július 3. Szerest fele barátodat és ellenségedet. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett. Azt pedig ezt mondta, az, aki könyörült rajta. Jézus azért így szólt hozzá, menj el, és te is aképpen cselekedjél. Lukács 10.36-37. Krisztus azért jött, hogy lerontson minden válaszfalat. Eljött megmutatni, hogy szeretetének és kegyelmének ajándéka olyan végtelen, mint a levegő, a világosság és a záporeső, amely megöntözi a földet. Ő nem tett különbséget szomszéd és idegen, barát vagy ellenség között. Egy embert sem került el. Bármilyen társaságban volt, úgy tanította őket, amely megfelelt az időnek és a körülményeknek. Jézus tudta, hogy nagyon nagy szükségük van együttérzésére és megértő szeretetére, mert mindjájuknak fáj a sok sérelem és elhanyagulás, amelyet az emberek egymásnak okoznak. Igyekezett reményt adni a legnyersebb, legkevesebbet ígérő embernek is, és biztosította arról, hogy fedhetetlen és ártatlan lehet, és olyan jellemet fejleszthet, amely Isten gyermekévé teszi őt. Gyakran találkozott olyanokkal, akik sátán uralma alatt vergődtek, és nem volt erejük ahhoz, hogy kiszabaduljanak tőréből. Az ilyen elsüggett, beteg, megkísértett lelkekhez Jézus a leggyengédebb szánalom szavait szólta, amelyekre éppen szükségük volt, és amelyeket megérthettek. Másokat, akik nehéz harcot vívtak a lelkek ellenségével, kitartásra buzdított, és bátorította őket, hogy győzni fognak. Habár Jézus zsidó volt, mégis előítéletek nélkül viszonyult a szamaritánusokhoz. Házukban aludt, asztaluknál velük étkezett, Utcáikon tanított, és a legnagyobb kedvességgel és előzékenységgel bánt velük. Miközben magához vonta szívüket az emberi rokonszem kötelékeivel, Isteni kegyelme által elhozta számukra az üdvösséget, amit saját népe fiai megvetettek. Július 4. Légy részvétteljes minden ember iránt. Az erőtleneknek erőtlenni lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenni lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. 1. Korintus 9.22 Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Mindazoknak, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionárusok, ezért a társadalom minden rétegével fel kell venniük a kapcsolatot. Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak fele barátaikkal, Találkozhatunk hiukkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal, önzőkkel, félénkekkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsony rangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. A kölcsönös érintkezés által lelkünk csiszolódik és finomodik. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvérség kötelékei által. A keresztények a társadalmi kapcsolatokon keresztül érhetik el a világot. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az Isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb útat. Tegyünk bizonyságot Krisztusról nyíltan és bátran, és mutassuk be jellemünkkel az ő szelítségét, alázatosságát és szeretetét. A társadalmi kapcsolatokat Krisztus lelke által megszentelve felhasználhatjuk, hogy embereket vezessünk a megváltóhoz. Lakozzék bennünk Krisztus, mint az örök életre buzgó víznek kútforrása, amely felüdíti mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek velünk. Július 5. Még kellemesek a helyén mondott szavak mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott szó. Példabeszédek 25.11. Mikor Krisztus vendégségben volt, ő irányította a beszélgetést, és sok értékes tanítást adott. A jelenlevők hallgattak rá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a szomorúakat, és karjaiba vette gyermekeiket. A vámszedőket és bűnösöket magához vonta, és amikor beszélt, figyelmesen hallgatták. Krisztus megtanította tanítványait, hogyan viselkedjenek mások társaságában. Oktatta őket az igazi társas élet kötelességeire és szabályaira, amelyek ugyanazok, mint Isten országának törvényei. Példát adott a tanítványainak, hogyha egy nyilvános összejövetelt meglátogatnak, nem szükséges, hogy valamit szóljanak. Ő egészen másképp viselkedett és beszélt az összejöveteleken, mint amit addig megszoktak. Mindenki ejtett szava, élet illata volt az életre. Tisztán és egyszerűen beszélt. Szavai olyanok voltak, mint az aranyalma ezüst tányéron. Milyen kimondhatatlanul becses a Krisztussal való érintkezés. Kiváltságunk, hogy ennek a kapcsolatnak örvendhessünk. Mikor az első tanítványok hallották Krisztus szavait, érezték, hogy szükségük van rá. Keresték, megtalálták és követték őt. Vele voltak a háznál, az asztalnál és a mezőn. Vele voltak, mint tanítványok tanítójukkal, és naponta hallgatták, ahogyan a Szent Igazságot szólta. Úgy tekintettek rá, mint a szolgák mesterükre. Vidáman és készségesen szolgálták őt. Sok kellemes és hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki, azonban egyik sem oly értékes, mint az, amely a végtelen Istennel köt össze bennünket. Ha ilyen szorosan kötődünk Jézushoz, szavai bennünk lakoznak. Ennek eredménye egy megtisztult szív, körültekintő élet és hibátlan jellem. Azonban csak a Krisztus megismerése és társasága által válhatunk hasonlóká őhozzá, aki a mi egyedüli, hibátlan példaképünk. Július 6. Valódi érzékenység Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyengédek legyenek, teljes szelítséget tanúsítván minden ember iránt. Titus 3.2 az igazi udvariasság lényege az, hogy figyelmességet tanúsítsunk mások iránt. A helyes nevelés az, amely együttérzésre és kedvességre tanít. Ha a fiatalokat nem oktatjuk arra, hogy tiszteljék szüleiket, értékeljék jó tulajdonságaikat, türelemmel hordozzák gyengeségeiket, és segítsék őket, az ilyen nevelés teljesen hiába való. Alakítsuk őket figyelmessé, gyengéddé! nagy lelküvé és segítőkészé ifjak, öregek és szerencsétlenek iránt, és mindenkivel szemben előzékenyé. A finom gondolkodást és modort legjobban Isten iskolájában tanulhatjuk meg. Isten szeretete, amely átjárja a szívünket, megadja jellemünknek azt a nemesbítő érintést, amely átalakít az ő hasonlatosságára. Ez a nevelés mennyei méltósággal és valódi kedvességgel ruház fel bennünket. Jó természetet, szelíd modort plantál belénk, amely sokkal értékesebb, mint a divatos érintkezési formák felületessége. A Biblia udvajasságra szólít fel, és sok szemléltető példával mutatja be az önzetlenség lelkületét, a szelítség kegyelmi ajándékát. A megnyerő természetet, amely az igazi előzékenységet jellemzi. Ezek a tulajdonságok csak visszatükröződései Krisztus jellemének. A világnak minden gyengessége és udvariassága Őtől származik, még azok között is, akik nem ismerik az Ő nevét. Isten azt akarja, hogy ezek a tulajdonságok tökéletesen jellemezzék az Ő gyermekeit célja az, hogy az emberek ezekben is az ő szépségét szemléljék. A szelítség és szépség ragyogó sugarai árattak szét megváltunk mindennapi életéből. Azokat, akikben Krisztus lakik, Isteni légkör veszi körül. Tisztaságuk fehér ruhája Isten kertjének jó illatát árasztja. Július 7. Miért fontos a keresztényi udvariasság? Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. János Evangéliuma 13.34 Az udvariasság előzékenység értékét túl kevésre becsülik. Sokan, akik tiszteletet érdemelnek őszintességükért és becsületességükért, nagy hiányosságot mutatnak a szívességben. E fogyatékosság megrontja saját boldogságukat is, és csökkenti a másokért végzett szolgálatuk értékét és hatásosságát. Az udvariatlan emberek gyakran feláldozzák az élet legkedvesebb és leghasznosabb tapasztalatait csupán a meggondolatlanságuk miatt. A szentírás figyelemreméltó példákat mutat be az udvariasságról. Ábrahám Isten embere volt. Amikor felütötte sátrát, azonnal áldozati oltárt is emelt, és meghívta Istent, hogy lakozzon nála. Ábrahám udvarias, előzékeny ember volt. Életét nem rontotta meg az önzés, amely annyira visszatetsző bárki jellemében és sértő Isten szemében. Figyeljük meg Ábrahám magatartását, amikor elválni készült Lóttól. Lót az unokaöccse sokkal fiatalabb volt nála, így a föld választásának joga Ábrahámot illette. Barátságossága mégis arra indította, hogy feladja jogát, és megengedte Lótnak, hogy azt a vidéket válassza magának, amely a legkívánatosabbnak látszott előtte. Figyeljük meg Ábrahámot, amint üdvözli a három utazót a hőségben, és sietve gondoskodik szükségleteikről. Figyeljük meg, amikor üzleti tárgyalást folytat két fiaival, hogy sírhelyt vásároljon Sára számára. Bánatában sem feledkezik meg az udvariasságról. Meghajlik előttük, ha bár ő Isten nemes embere. Ábrahám tudta, mi az igazi udvariasság, és mivel tartozik fele barátainak. Felejtsük el önmagunkat. Keressük az alkalmakat, hogy másokat felvidítsunk, enyhítsük bánatukat, terheiket, a kedvesség és szeretet kicsin cselekedeteivel. Az otthon szokásunká váló figyelmesség és udvariasság kiterjed a családi körön kívül is, és boldogá teszi az életünket. Július 8. Az udvariasság kegyelmi ajándéka legyetek minnyáján egyértelműek, legyetek részvédtel egymás iránt, szeressétek egymást, mint testvérek, legyetek irgalmasok, udvariasak. Péter Apostol első levele 3.8. Pálapostól szilárdan kitartott alapelvei és kötelességei mellett. Nagy bátorsággal hirdette Jézus Krisztust, de sohasem viselkedett nyersen vagy udvariatlanul. Mindig kedvesen és figyelmesen fordult mások felé. Jellemének kiemelkedő vonása volt az udvariasság és előzékenység, és ennek köszönhetően a magasabb rangúak is szívesen látták. Pál lelkesedett az igazságért, és bátran védelmezte Krisztust, azonban egész magatartását az udvariasság kegyelmi ajándéka hatotta át. Bárhova ment, szíveket vonzott magához, s lelke összekapcsolódott testvérei lelkével. Amikor el kellett búcsúznia tőlük, szomorúak voltak, hiszen tudták, hogy többé nem látják az apostolt. Komolyan kérték, hogy maradjon velük. Pál így szólt hozzájuk. Mit gondoltok, hogy sírtok és az én szívemet keresitek? Apostolok cselekedete 21.13 együttérző szíve összetört, amikor érezte, hogy testvérei bánkodnak miatta. Szerették Pált, és úgy érezték, nem tudják őt nélkülözni. Melyik keresztény nem csodálja Pál jellemét? Sziklaszilárnak bizonyult az igazság védelmében, de barátai körében szeretetteljes és szelid volt. Krisztushoz azok hasonlítanak legjobban, akik kedvesek, könyörületesek és udvariasak. Isten határozott meggyőződést és erős jellemet munkált bennük. Így semmi sem tántoríthatja el őket hitüktől, és nem térítheti el őket kötelességeiktől. A keresztény szelíd, csendes, nyugodt és tekintettel van másokra. Boldogság tölti be szívét, nem teszi ingerlékenyi a betegség, nem zavarják meg a körülmények. Isten gyermekei sosem felejtik el, hogy jót cselekedjenek. Önként teszik ezt, mert Isten átalakította a jellemüket. Július 9. A vendégszeretet A vendégszeretetet gyakoroljátok egymás iránt, zugolodás nélkül. Kiki, ki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal, mint Isten kegyelmi ajándékainak jó sáfárai. Péter apostol első levele 4.9-10. Ha a vendégszeretet lelkülete kihal, akkor szívünket megbénítja az önzés. A vendégszeretet a szentlélek által felsorolt tulajdonságok közül az egyik ismertetőjele azoknak, akik felelősséget hordoznak a gyülekezetben. Az egész gyülekezetnek szól a biztatás. A vendégszeretetet gyakoroljátok zugolódás nélkül. Első péter 4.9. Ezeket az intéseket nagyon elhanyagolták a gyülekezetekben. Az igazi vendégszeretetet még a hűséges hitvallók közül is csak nagyon kevesen gyakorolják. Saját népünk között se tekintik olyan áldásnak és kiváltságnak az igazi vendégszeretet gyakorlását, mint kellene. Általában nem nagyon kedvelik a társaságot, és kevés hajlandóságot mutatnak arra, hogy még két-három embernek adjanak helyet a családi asztalnál, Panaszkodás vagy hivalkodás nélkül. Sokan a készülődés nehézségeire hivatkoznak, és azzal érvelnek, hogy túl sok gonddal munkával jár. De nem így volna, ha ezt mondanátok. Nem tettünk különleges előkészületeket, de szívesen látunk benneteket, és szívesen adjuk azt, amink van. Egy váratlan vendég többre értékeli a szívélyes meghívást, a legkörültekintőbb előkészületnél is. Krisztus számon tart minden összeget, amit arra adtak ki, hogy ő érte megvendégeljenek valakit. Azoknak a nevét, akik Krisztusért megvendégelik testvéreiket, és megteszik a tőlük telhető legjobbat, hogy a látogatást áldássá tegyék vendégeik és családtagjaik számára, feljegyzik a mennyben, mint olyan emberekét, akik különös áldásra érdemesek. Amikor megnyitod ajtódat Krisztus szegényei és szenvedői előtt, láthatatlan angyalokat fogadsz be. Mennyei küldöteket hívsz meg, akik az öröm és béke szent légkörét hozzák otthonodba. Dicséretet mondva jönnek be hozzád, s ennek visszhangja a mennyben is felcsendül. A könyörület minden cselekedetére felhangzik a mennyben a dicsérő ének. Július 10. Vidámság. Aki írgalmasságot gyakorol, tegye örömmel. Római Levél 12.8. Isten arra hívott el bennünket, hogy örömmel és vidáman kövessük őt, és őrizzük meg az önzetlenség lelkületét, hiszen az a legnagyobb öröm, ha a körülöttünk lévőket boldoggá tesszük. A valódi vidámság amely nem jelent könnyelműséget és világiasságot, egyike Isten kegyelmi ajándékainak. Ne engedd meg, hogy a mindennapi élet bonyodalmai és gondjai ingerülté tegyenek. Ha ezt megengeded magadnak, akkor mindig akad valami, ami bosszantani fog. Az élet olyan, amilyenné tesszük, és azt fogjuk találni, amit keresünk. Ha szomorúságot és bajt keresünk, ha olyan lelki állapotban vagyunk, hogy felnagyítjuk a kisebb nehézségeket, találunk belőlük eleget, hogy lekössék gondolatainkat, és ne tudjunk figyelni a lényegre. Ha azonban a dolgok világosabb oldalát nézzük, akkor mindig megtaláljuk, ami vidámá és boldoggá tesz bennünket. Ha mosolyt adunk, visszakapjuk másoktól. Ha vidáman beszélünk, kellemes szavakat szólunk, ez saját magunkra és másokra is jó hatással lesz. Sátánnak az a terve, hogy az embereket egyik végletből a másikba üzze. Istenünk azt szeretné, hogy mint az ő gyermekei, őrizzük meg a vidámság boldog lelkületét, hogy hirdessük annak dicséretét, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Ha lemegyünk egy pincébe, ahol sötétség vesz körül bennünket, akkor mondhatjuk, hogy nem látok, nem látok, de jöjjünk fel a napfényre, mert nem kell sötétségben lennünk. Jöjj fel oda, ahol Krisztus vár téged, akkor világosságod lesz. A valódi keresztények igyekeznek követni Krisztus példáját, mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz válunk hasonlóvá a Jézusért igaz szívből végzett, hűséges szolgálat, verőfényes vallást teremt. Krisztusban világosság, békesség és öröm vár ránk mindörökké. Július 11. Kedves beszéd Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Felserkent minden reggel, Felserkenti fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. És a jás 54. Ha Krisztus bennünk lakik, keresztények leszünk otthon és másút egyaránt. A keresztény kedvesen szól rokonaihoz és mindenki máshoz is. Kedves, udvarias, szeretetteljes, együttérző lesz, és így ráneveli magát arra, hogy majd a mennyei otthonban lakozhasson. A királyi család tagja, így azoknak az országát képviseli, akik a menny felé haladnak. Szeliden beszél gyermekeihez, mert tudja, hogy ők is Isten örökösei, a mennyei királyi udvar tagjai. Isten gyermekei között nem a nyerseség, ridegség lelkülete uralkodik. Sokan büszkék arra, hogy szókimondók, durvák és nyersek, amit helytelenül nyíltságnak és őszintességnek neveznek. Azonban ez a legrosszabb önámítás. Krisztus mindig nyugodt és méltóság teljes volt, és akik együtt munkálkodnak ővele, munkájukhoz felhasználják a kegyelem olaját. Szavaik és cselekedeteik megnyugtató hatást gyakorolnak. Rá kell nevelnünk magunkat a könyörületességre, szelítségre, gyengétségre, a teljes megbocsátásra, szállalomra és részvétre. Miközben félretesszünk minden hiába valóságot, balga beszédet, tréfát és viccet, ne legyünk hidegek, részvétlenek és társaságkerülők. Isten lelkének munkájára van szükséged, amíg olyan leszel, mint Isten kertjének egy illatos virága. Addig beszél a világosságról, Jézusról, az igazság napjáról, amíg átváltozol dicsőségről dicsőségre, megújul a jellemed, és erőről erőre jutva mindig jobban visszatükrözött Krisztus dicső képmását. Krisztus mindig készségesen ad az ő gazdagságából, össze kell gyűjtenünk a tőle származó értékeket, hogy amikor beszélünk, a szavaink ékesek legyenek. Családi kapcsolatok. Július 12. A gyermekek szeretik, édesanyjuk társaságát. Gyermekei felkelnek, és boldognak nevezik őt. A férje is boldognak nevezi, és dicséri őt. Példabeszidek könyve 31-28 Otthonunk legyen a világ legkedvesebb helye a gyermekek számára, és az anya jelenléte legyen a legnagyobb vonzereje. A gyermekek lelkülete érzékeny, szeretettel teljes. Könnyen megnyerhetjük szívüket, elnyerhetjük tetszésüket, de könnyen boldogtalanokká is tehetjük őket. A gyerekek kedvelik a társaságot, és ritkán szeretnek egyedül lenni. Szeretet és kedvesség után vágyakoznak. Azt gondolják, hogy amiben ők gyönyörködnek, édesanyjuknak is tetszik. Ezért az édesanyja ne küldje el magától gyermekeit azzal, hogy bosszantják őt, vagy zavarják kicsiny kívánságaikkal, hanem inkább gondoljon kiszámukra valamilyen elfoglaltságot vagy könnyű munkát, hogy foglalkoztassa tevékeny elméjüket és kezeiket. Jó irányba befolyásolva érzéseiket és irányítva foglalatosságukat, elnyeri gyermekei bizalmát. Türelmes, vigyázó szeretettel a helyes irányba terelheti a gyerekek gondolatait, s elmélyítheti szép és vonzó jellemvonásaikat. Az édesanyja őrizkedjék a helytelen nevelési módszerekről. Soha ne nevelje úgy a gyermekeit, hogy másokra legyenek utalva. Ne indítsa őket arra, hogy középpontnak gondolják magukat, s azt higgyék, mindennek körülöttük kell forognia. Vannak szülők, akik sok figyelmet és időt szánnak arra, hogy szorakoztassák gyermekeiket. Azonban úgy kell nevelnünk a kicsinyeket, hogy képesek legyenek elfoglalni önmagukat, s így gyakorolják és fejleszték találékonyságukat és ügyességüket. Ezáltal megtanulják, hogy megelégedjenek az egyszerű elfoglaltságokkal. Tanítsuk meg őket arra, hogy bátran viseljék el kisebb-nagyobb csalódásaikat és próbáikat. Találj ki és javasol gyermekeidnek módokat, lehetőségeket, amelyek által megtanulják, hogy figyelmesek legyenek mások iránt. Isten igéjébe szép leírását találjuk a boldog otthonnak, és az ilyen otthont irányító asszonynak. Gyermekei felkelnek, és boldognak nevezik őt, a férje is boldognak nevezi, és dicséri őt. Július 13. Az apai szeretet és kedvesség Az apák szívét a gyermekekhez fordítja, a gyermekek szívét pedig az apákhoz. Malakiás 4.6. Amint az apa hazatér mindennapi munkájából, ne vigye be gondjait az otthonába. Érezze át, hogy otthona és családi köre szent. Ne roncsa ezt le munkahelyi problémáival. Amikor el kell távoznia otthonról, ne adja maga mögött megváltóját és hitvallását. Jézus a társa a munkába is elkíséri. Otthona édes befolyása, felesége áldása és gyermekei szeretete megkönnyíti terheit, s szívében, békével, vidám és bátorító szavakkal tér vissza családtagjaihoz, akik örömmel várják érkezését. Az apa tartsa kellemes változatosságnak a gyermekeivel töltött időt. Kiviheti őket a kertbe, megmutathatja nekik a fakadó rügyeket, a nyíló virágok változatos színeit. Elmondhatja nekik, hogy ha Isten így gondoskodik a fákról és virágokról, még sokkal inkább gondoskodik a saját képmására alkotott teremtményeiről. Az apa már kiskorukban megérthetheti fiaival és lányaival, Isten akaratát. Teremtőjük azt szeretné, hogy gyermekei szépek legyenek, de nem mesterséges díszítgetés által, hanem a jellem szépsége a kedvesség és szeretet legyen az ékességük, amely szívüket örömmel és boldogsággal tölti be. Ha a könnyelmű és évhajház fiataloknak segítünk elgondolkodni a valóságról és az igazságról, akkor szívük áhítattal és imádattal telik meg a természet Istene iránt. Ha gyermekeidet Jézushoz akarod vonzani, ne lépj be otthonodba indulatos szavakkal és összeráncolt homlokkal. Ha munkádból fáradtan, kimerülten érsz haza, könyörögj Istenhez kegyelemért, az ő békességes lelkért, hogy szívedet gyengétség töltse be, s ajkaid a kedvesség és vígas szavaid szólják családtagjaidhoz. Köst szívedhez gyermekeidet! Ajáld nekik vallásodat a kedvességed által! Július 14. Töltsünk több időt a gyermekeinkkel. Apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Efézusi Levél 6.4 Vedd körül gyermekeidet az otthon és társaságod örömével. Ha ezt teszed, akkor nem fognak annyira vágyódni a fiatalok társasága után. A világban most uralkodó gonoszságok miatt a szülők még gondosabban igyekezzenek szeretettel kapcsolni magukhoz gyermekeiket, és éreztessék velük, hogy szeretnék boldoggá tenni őket. A szülők szentejék az estéket családjuknak. A napi munkával együtt tegyék félre a gondokat és bajokat is. Töltsék együtt az estéket örömben, olyan boldogan, amennyire csak lehetséges alakítsatok otthoni olvasókört. A család minden tagja tegye félre a nap gondjait, és közösen tanulmányozzák az ígét. Apák, anyák, testvérek, végezzétek szívesen ezt a feladatot, és meglátjátok, milyen szépen fejlődik majd az otthoni gyülekezet. Olvassatok olyan irodalmat, amely valódi ismeretet nyújt. Ez az egész család segítségére lesz. Ha a szülők naponta több időt töltenének gyermekeikkel, így mutatva meg nekik, hogy szeretik őket, ha gyermekeik minden törekvése iránt érdeklődést tanúsítanának, és még játékaikban is részt vennének, úgy, hogy gyermekek lennének a gyermekek között, nagyon boldogá tennék kicsinyeiket, és elnyernék szeretetüket és bízalmukat. A szülők által bölcsen és szeretetteljesen vezetett igazi otthonban felnövekvő gyermekek nem vágyakoznak arra, hogy elkoboroljanak, világi élvezetek és társak után járjanak. A gonosz nem vonzza őket. A valódi otthonban uralkodó lelkület átformálja jellemüket. Olyan szokásokat alakítanak ki, és olyan alapelvek szerint élnek, amelyek erős védelmű szolgálnak a kísértések ellen, amikor majd elhagyják otthonuk menedékét, és felnőttként elfoglalják helyüket a világban. Az ifjú szív gyorsan felel a rokon szenv kinyilvánítására. Július 15. Szeretet által tartsuk össze a családot. Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek velük. Máté 7.12 Jézus Krisztus vallása arra késztet bennünket, hogy tegyük meg mindazt a jót, ami csak módunkban áll, gazdagokkal és szegényekkel, boldogokkal és boldogtalanokkal egyaránt. Azonban Krisztus vallásának őszinte gyakorlása Különösen a saját családunkban vezessen a kedvesség megnyilvánulásaihoz. Az udvariasság és szeretet mutatja meg a férj, feleség, apa, anya és gyermek helyes kapcsolatát. Tekintsünk Jézusra, hogy visszatükrözhessük az ő lelkületét. Éljünk megváltunk szeretetének és jóságának világosságában és az ő dicsőségét sugározzuk másokra is. A szelit hangnem, vidám beszélgetés és szeretetteljes cselekedetek a gyermekek szívét a szeretett szálaival fűzik szüleikhez, s vonzóbbá teszik az otthont, mint a legdrágább berendezési tárgyak és díszek. A kölcsönös kedvesség és türelem édenni teszi az otthont, s szent angyalokat vonz a családi körbe. Azonban az angyalok elhagyják azt a házat, ahol csúnya beszéd, ingerlékenység és viszály uralkodik. A társadalmi és családi érintkezés legértékesebb szabályait találhatjuk meg a Bibliában. Megváltunk hegyi beszéde felbecsülhetetlen értékű tanításokat tartalmaz fiatalok és idősek számára egyaránt. Olvassuk gyakran tanításait a családi körben, és mutassuk be életünk példájával. Tegyük családunk törvényévé az aranyszabályt. Amit akartok, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is aképpen cselekedjetek velük. Ha Krisztus lelkülete uralja szívünket, akkor udvariasságot, előzékenységet tanúsítunk otthonunkban. Arra törekszünk, hogy mindenkit boldoggá tegyünk magunk körül, s másokra figyelve elfeledkezünk önmagunkról. A keresztényi udvariasság aranykapocsként tartja együtt a család tagjait szeretetben, és ez a kapcsolat minden nap szorosabb és erősebb lesz. Július 16. Otthonunk áldás lehet mások számára is. Amikor lakomát készítesz, hívd meg a szegényeket, csonkabonkákat, bénákat, vakukat, mivel hogy nem fizethetik vissza neked, mert majd visszafizetik neked az igazak feltámadásakor. Lukács evangéliuma 14.13-tól 14 ig Nem Isten akarata az, ha önző módon csak saját magunkra és a családunkra gondolunk. Minden családnak, amely ezt a lelkületet táplálja, meg kell térnie, Krisztus életének példáját szemlélve. Akik elzárkóznak mások elől, akik nem akarnak látogatókat megvendégelni, sok áldást elveszítenek. Sok ember számára áldássá tehetjük az otthonunkat. Vendéglátásunkat azonban ne a világi szokások uralják, hanem Krisztus lelke és Isten igének tanításai. Az izraeliták minden ünnepi lakomájukra meghívták a szegényeket, jövevényeket, valamint a lévitákat, akik a pap segítői voltak a szentében, s vallási tanítókként és misszionárusokként is dolgoztak. A nép vendégeinek tekintették őket minden örömünnep alkalmával, s gondoskodtak róluk, ha betegek voltak, vagy szükségük volt valamire. Nekünk is az ilyen embereket kell vendégül látnunk. A vendégszeretet felvidítaná és bátorítaná a betegápoló misszionárust, a tanítót, a gondterhelt, sokat dolgozó anyát, vagy a gyengéket és időseket, akik gyakran otthon nélkül maradnak, s szegénységgel és sok csalódással küzdenek. A nagylelkű vendéglátás családi körödben, egy szék az asztalodnál, az imaóra áldása sokak számára mennyből jövő fénysugárhoz lenne hasonló. Szeretetünk ne álljon meg énünk és családunk határainál. Drága alkalmaik vannak azoknak, akik otthonukat áldássá szeretnék tenni mások számára. A kapcsolatok csodálatos erejét felhasználhatjuk a körülöttünk levők megsegítésére. Földi életünk ideje rövid. Csak egyszer élünk ezen a világon, ezért törekedjünk arra, hogy a lehető legjobban használjuk fel a lehetőségeinket. Július 17. Otthonunk legyen a fiatalok menedéke. Aki befogad egyet ezen gyermekek közül, engem fogad be. Márk Evangéliuma 9:37. Otthonunk legyen menedékhely a megkísértett ifjúság számára. Sok fiatal áll az útkereszteződéseknél. Minden befolyás, minden tapasztalat hozzájárul a döntéseikhez, amely alakítja a az itteni és az eljövendő életben egyaránt ne tartsd magad távol a fiataloktól, hanem szeretettel közeledj hozzájuk. Hívd meg őket családi tűzhelyedhez, családi oltárodhoz. Ezreknek van szükségük arra, hogy ezt a munkát elvégezzék értük. A gonosz igyekszik magához csalni a fiatalokat. Csapdáit ragyogóvá és vonzóvá teszi. Minden érkezőhöz van néhány kedveskedő szava, sok fiatal nélkülözi az igazi otthont, a szülők nem segítik őket, nincsenek rájuk felemelő hatással. Ezért az ifjak belesodródnak a gonoszságba. Lezüllenek és megromlanak a szemünk láttára az ajtónk előtt. Ezeknek a fiataloknak szükségük van a feléjük nyújtott segítő kézre. Egyszerűen mondott kedves szavak, Őszinte szívvel megtett kicsin szívességek elűzik a kísértések felhőit, amelyek a lelkek felett gyülekeznek. A mennyei rokon kifejezése megnyitja a szívek ajtaját, hiszen a fiataloknak nagy szükségük van Krisztus szavainak jó illatára és Krisztus szeretetteljes lelkületének kifejezésére. Ha segíteni akarunk a fiataloknak, hívjuk meg őket otthonunkba. Legyünk vidámak és segítőkészek, mert sokan örömmel lépnének a felfelé vezető útra. Gondoljunk arra, hogy a boldogságot nem találhatjuk meg az elzárkózásban, sem abban, hogy szeretetünket csak egymásra árasztjuk. Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy hozzájáruljunk a körülöttünk élők boldogságához. Az önzetlen szolgálatban valódi öröm vár ránk. Július 18. Látogatok a családi áhítaton. De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet. Különleges név vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1. Péter 2.9 az apa a család papjaként mutatja be a családi oltárnál a reggeli és esti áldozatot. Mielőtt munkába indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és fejét meghajtva Isten előtt, bízza őket mennyei atyán gondoskodására. Felesége és a gyermekei énekeljenek és imádkozzanak vele együtt. A napi munka végeztével, családtagjainkkal együtt mondjunk köszönetet Istennek – Imában és dicsérő énekben fejezzük ki hálánkat a nap folyamán tapasztalt isteni gondviselésért. Nem mullasszuk el nap mint nap összegyűjteni családunkat Isten oltára köré. Vendégeink kiszolgálása közben ne feledkezzünk meg Isten iránti kötelezettségeinkről. Az ima óráját semmilyen okból ne hanyagoljuk el ne beszélgessünk, és ne vegyünk részt a szorakozásokban olyan sokáig, míg már túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy örülhessünk az áhítat idejének, hiszen így tökéleten áldozatot mutatunk be Istennek. Az este egy korai órájában, amikor siertség nélkül és értelmesen imádkozhatunk, járuljunk Isten elé, és boldog, hálával teli dicséretben köszönjük megáldásait. Akik meglátogatnak bennünket, tapasztalják meg, hogy az imai ideje a nap legszebb és legboldogabb órája. A családi áhítat felemelő befolyást gyakorol minden résztvevőre. Békességet és nyugalmat ad, s felüdíti a lelket. Bármilyen kicsi egy lámpa, ha állandóan ég, eszközül szolgálhat sok más lámpa meggyújtásához. Csodálatos lehetőségeket találhatunk, ha felhasználjuk a saját otthonunkban kínálkozó alkalmakat. Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat az élet isteni alapelvei előtt, akkor az életadó erő rajtunk keresztül áramlik mások felé. Otthonunkból gyógyító folyamok áradnak, amelyek életet, szépséget és bőséget visznek oda, ahol most inség uralkodik. Barátság. Július 19. Ha barátokat szeretnénk, legyünk barátságosak. Van olyan barát, aki csak bajba kever, de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél. Példabeszédek könyve 18-24. A választott nép nevelésének megalapozásából kitűnik, hogy az Istenhez ragaszkodó élet a teljesség élete. Isten szeretné, ha minden képességünket, amelyel megajándékozott bennünket, igyekeznénk továbbfejleszteni, tökéletesíteni. Isten szereti a szépet! Ő minden szépnek alkotója, és bennünk is felkelti a szépség iránti vágyakozást. Gondoskodott társas szükségleteinkről is, mert a segítőkész, kedves társaság segít szeretetteljessé válnunk, és megvidámítja, felüdíti lelkünket. Az igaz, keresztényi barátságot csak nagyon kevesen ápolják Istenébe körében, holott nagy szükség lenne rá. Hiszen a baráti kapcsolatok összekovácsolnak bennünket, míg szívünk egybefúr, megteremtve a szeretet olyan légkörét, amely kedves a menny szemében. A barátság mélységének arányában növekszik egymásra gyakorolt hatásunk, a jóra vagy a rosszra egyaránt. Mindenki talál barátokat, akikre hatással van, és akik őt befolyásolják. Titokzatos az a kapocs, amely összeköt bennünket egymással, úgyhogy két ember ízlése, gondolkodásmódja és érzései szinte azonossá válnak. Az egyik átveszi a másik gondolkodásmódját, utánozza tetteit. Amiképpen a viasz megtartja a pecsét képét, úgy a lélek is megtartja azokat a benyomásokat, amelyeket a társas érintkezések és kapcsolatok alakítanak ki benne. A befolyás öntudatlan lehet, mégis erőteljes. Ha olyan társakat választunk, akik szeretik Istent, akkor egymásra gyakorolt hatásunk az igazsághoz, kötelességteljesítéshez és szentséghez segít minnyájunkat. Az igaz barátság a menny örömének előíze. Július 20. Az igazság megszépíti az életünket. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az nyer életet, igazságot és tisztességet. Példabeszédek könyve 21-21. A társas összejöveteleket a leghasznosabbá tehetjük, ha az összegyűltek szívében Isten szeretete ég, és azért találkoznak, hogy kicseréljék gondolataikat Isten ígéjéről, vagy új módszerekről gondolkodjanak az ő művének elővitelére, és jót tegyenek embertársaikkal. Ha a Szent Lelket szívesen látott vendégnek tekintik összejöveteleiken, ha semmi olyat nem mondanak, vagy tesznek, amivel megszomorítanák, vagy elűznék, akkor Istent dicsőítik, és a résztvevők felüdülnek és megerősödnek. Krisztus örül annak, ha a fiatalok gondolatait a megváltás nagyszerű és felemelő igazságai foglalkoztatják. Így a szívükbe költözik, és betölti őket békességgel és örömmel. Krisztus szeretetével a szívükben gyönyörűségüket találják abban, ha arról beszélgethetnek, amit Isten készített az őt szeretőknek. A fiatal férfiak és nők ne gondolják, hogy játékaik, esti társas összejöveteleik és zenei szorakozásaik, ahogyan általában lezajlanak, elfogadhatók Krisztus szemében. Újra és újra világosságot nyertem, hogy minden összejövetelünket határozott vallásos befolyás jellemezze. Ha a fiatalok azért találkoznak, hogy olvassák és megértsék a szentírást, s ha komolyan felteszik a kérdést, Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? És az igazságot választják, akkor Isten áldása árad rájuk. Mindenkihez, fiatalhoz és időshez egyaránt szólnak az Úr szavai. Engedjétek meg, hogy Isten igazsága munkálkodjon szívetekben és lelketekben. Imádkozzunk így. Teremtőm, őriz meg lelkemet, hogy ne szomorítsalak meg téged. Július 21. Tölts egy napot vidéken. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Zsoltár 23. 2-3-ig Fogjon össze több család, s fizikailag és szellemileg megerőltető munkájukat letéve, kiránduljanak a természetbe, egy szét tópartjához, vagy egy kedves ligetbe, ahol a gyönyörű természet veszi körül őket. Vigyenek magukkal egyszerű, egészséges ételeket, és terítsenek meg egy fárnyékában vagy az égbolt alatt. A mozgás és a természet szépsége, a derűs környezet jót tesz az étvágyuknak, s olyan örömteli étkezésben lesz részük, amelyet a király is megirigyelhet. Ezeken a kirándulásokon a szülők és gyermekeik ne foglalkozzanak a munkával és a gondokkal. A szülők legyenek gyermekek a gyermekeik mellett, és amennyire csak lehetséges, tegyenek mindent kellemessé számukra. Szánják pihenésre az egész napot. A mozgás a szabad levegőn nagyon hasznos azoknak, akik benti ülőfoglalkozást folytatnak. Érezzék kötelességüknek, hogy időről időre megtegyék ezt önmagukért és a családjukért, mert a természet szemlélése és a mozgás által semmit sem veszíthetnek, csak nyernek. Új élettel és bátorsággal térhetnek vissza munkájukhoz, lelkesebben dolgozhatnak, és ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben. Az irodákban dolgozók napról napra zárt helyiségekben végzik munkájukat, miközben szellemi erőik állandó megfeszítése biztosan aláássa egészségüket és csökkenti életerejüket. Ezért gyakran van szükségük levegőváltozásra. Rendszeresen szánjanak egy-egy napot kirándulásra, felüdülésre családtagjaikkal, akik sokszor nélkülözni kénytelenek a társaságukat. Július 22. Az erőforrása Akkor tanakodtak egymással az úr tisztelői, az úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyvet írtak ő előtte azoknak, akik félik az urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a fiának, aki szolgálja őt. Malakiás könyve 3, 16-17-ig. Felelősséggel tartozunk a saját munkánkért, amelyet senki sem végezhet el helyettünk. A világot szavainkkal, személyes erőfeszítéssel és példánkkal tehetjük jobbá. Jó, ha ápoljuk a társas kapcsolatokat, de ezt ne csupán szórakozásból tegyük, hanem azzal a célral, hogy lelkeket menthessünk másokkal való érintkezésünket jellemezze a józanság és a mennyei lelkület. Beszélgetésünk mennyei tájról folyék. Mi arra, hogy foglalkoztassa gondolatainkat, mint a megváltás terve? Kimeríthetetlen témát ad nekünk Isten végtelen szeretete, szívünk megszentelődése, az utolsó napokra szóló drága, megmentő igazság. Jézus Krisztus Kegyelme! Ha ezekről gondolkodunk, szívünk, lelkünk megtisztul, és átjárhat bennünket az az öröm, amelyet a tanítványok éreztek, amikor Jézus csatlakozott hozzájuk az Emmaus felé vezető úton. Aki szeretetét Krisztusra összpontosítja, az örömét leli a vele való érintkezésben, és erőt merít belőle. Ha Isten igazsága maradandó alapelv lesz a szívünkben, akkor élő forrássá válik. Lehet, hogy megkísérlik elfolytani, de mindig előtör nem lehet megakadályozni áradását. A szívünkben élő igazság az életkút forrása. Felfrissíti a fáradtat, visszatartja a gonosz gondolatokat és szavakat, s általa minden kivírul. Boldogságunk forrása Jézus és az ő szeretete. Július 23. Jézus és barátai Betániában Jézus szerette Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. János Evangéliuma 11.5. Jézus szívesen kereste fel Lázár, Mária és Márta otthonát, mert hitük és szeretetük légkörében nyugalmat talált. Krisztus tanítványai közül a betániai Lázár volt a legálhatatosabb. Amióta először találkozott Jézussal, hite erős volt, szeretete mély. Megváltunk nagyon szerette Lázárt, s értetette legnagyobb csodáját. Krisztus megáldotta mindazokat, akik a segítségét kérték, szereti az egész emberi családot – de földi élete során voltak olyan emberek, akikhez különösen gyengét kapcsolatok fűzték. Szívét a szeretet erős kötelékei kapcsolták a betániai családhoz. Jézus megpihenhetett lázár otthonában. Barátai és tanítványai vendég szeretetére volt utalva, és amikor elfáradt és társaságra vágyott, Örömmel látogatott el e békés otthonba, amely mentes volt a farizeusok haragjától és féltékenységétől. Lázár otthonában szíves fogadtatást és szent barátságot talált. Egyszerűen is szabadon beszélhetett, mert tudta, hogy szavait megértik és értékelik. Megváltunk, megbecsülte ezt a csendes otthont és érdeklődő hallgatóit. Vágyódott a kedvesség és szeretet után, Mindazok, akik befogadták mennyei tanítását, áldást nyertek. De a többség késedelmes volt a hallásra, és Krisztus a betániai otthonban nyugalmat talált nyilvános szolgálata fárasztó küzdelmei után. Itt figyelmes hallgatóság előtt nyithatta meg a gondviselés könyvét. Személyes beszélgetésekben tárta fel hallgatói előtt azt, amit nem mondhatott el tömegeknek. Barátaihoz nem kellett példázatokban szólnia. Július 24. Pál és Timóteus barátsága. Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, írgalmasság, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, ami mi Urunktól. Nagyon szeretnélek látni téged, hogy örömmel teljesedjek be. Második Timóteus 1-2-től 4 -ig. Pál visszatért cellájába a császár törvényszéki terméből, tudva, hogy csak rövid haladékot nyert, mert ellenségei nem nyugszanak, ami keresztül nem viszi kivégeztetését. De tudta azt is, hogy egy időre az igazság győzedelmeskedett. Sötét cellájában ülve tisztában volt azzal, hogy életét feláldozzák, Néro egyetlen szavára vagy intésére. Timóteusra gondolva elhatározta, hogy magához hivatja. Timóteusra bízta az efézusi gyülekezet gondozását, ezért hagyta hátra, amikor utolsó útjára indult Rómába. Pált és Timóteust mély és erős szeretet kötötte össze. Timóteus a megtérése óta osztozott Pál munkájában és szenvedéseiben, így barátságuk egyre erősebbé és szentébbé vált, míg Timóteus mindazzá lett az idős apostol számára, ami egy fiú lehet szeretett és tisztelt idesapjának. Így nem csoda, hogy Pál látni kívánta őt elhagyatottságában. A legkedvezőbb körülmények között is több hónapot vett igénybe, amíg az utazó kis Rómába juthatott. Pál attól tartott, hogy Timóteus túl későn érkezik meg, s már nem láthatja. Fontos tanácsokat és tanításokat akart átadni az ifjúnak, akire olyan nagy felelősséget bízott. és miközben sürgette, hogy haladéktalanul jöjjön, tolban mondta bizonyságtételét – ha nem tudná személyesen elmondani. Lelke szerető, aggódó gondoskodásával mindent meg akar tenni az evangélium által megnyert lelki fiáért és a gondozására bízott gyülekezetért. Pál igyekezett Timóteus szívébe plántálni a szent megbizatása iránti hűség fontosságát. Levelének lezárásakor Timóteust Pál a főpásztor oltalmába ajánlja – aki akkor is gondoskodik a nyájról, amikor a pásztorok ezt nem tehetik meg. Július 25. Jonathán és Dávid Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Halmaidon esett el Jonathán. Sajnálak, testvérem Jonathán, kedves voltál nekem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatosabb volt az asszonyok szerelménél. Első Sámuel 1. 25-26-ig. Jonatán és Dávid barátságát Isten gondviselése alakította, hogy megőrizze Izrael jövendő uralkodójának életét. Ebben az időben, amikor oly kevés világosság áradt Dávid útjára, örült, hogy bujdosása közben Jonatán váratlanul meglátogatta. A két jó barát drága perceket töltött együtt elmondták egymásnak a tapasztalataikat, és Jónatán ezekkel a szavakkal erősítette Dávid szívét. Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem talál rád, és te király leszel Izrael felett, s én a legközelebbi leszek utánad, és ezt Saul az én atyám is tudja. Arról is beszéltek, hogy Isten milyen csodálatosan bánik Dáviddal, s így az üldözött felbátorodott. Ezután szövetséget kötöttek egymással az úr előtt. Dávid az erdőben maradt, Jonatán pedig visszatért otthonába. Jonatán látogatása után Dávid dicsérő énekkel bátorította lelkét, hárfával kísérve énekét. Jonatán az uralkodó örököse volt, de tudta, hogy az isteni határozat félreállította őt. Vetétársának mégis leghűbb barátja volt – s a veszély idején életek kockáztatásával végte meg Dávidot. Atya mellett is álhatatosan kitartott hanyatló erejének sötét napjaiban, és végül mellette esett el a harcban. Jonatán nevét nagyra becsülik a mennyben, a földön pedig az önzetlen szeretet valóságának és erejének példájaként áll előttünk amikor kapcsolatban vagyunk Krisztussal, embertársainkkal is összekapcsol bennünket a szeretet aranylánca. Pihenés és kikapcsolódás Július 26. A boldogság forrása Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. 16. Zsoltár 11. Nem csak lehetőség számunkra, hanem kötelességünk, hogy igyekezzünk lelkileg és fizikailag is felfrissülni, megújulni, tiszta és mértékletes kikapcsolódás által, hiszen csak így tudjuk testi és szellemi erőinket Isten szolgálatába állítani. Kikapcsolódásunk ne értelmetlen mulatozás legyen, amely az esztelenségig fokozódik. Létezik olyan módja a pihenésnek és a kikapcsolódásnak, amely áldásunkra szolgál, és felüdíti azokat is, akikkel találkozunk. Így válunk képessé arra, hogy jobban végezzük a feladatainkat, amelyek ránk, mint keresztényekre hárulnak. Jézus Krisztus vallása megvidámít és felemel. Felette áll a balga viccelődésnek a hiába való és léha fecsegésnek. De a józan és jókedvű pihenés és kikapcsolódás közben új bátorságot és erőt meríthetünk az isteni erőforrásból, hogy eléhessük a tisztaságot, igazi jóságot és szentséget. Vannak olyan keresztények, akik állandóan bánkodnak és sóhajtoznak az általuk feltételezett rossz miatt. Szeretet nem él a szívükben, a homlokukat mindig szigorúan összehúzzák, bosszantja őket a fiatalok ártatlan nevetése. Minden pihenést és kikapcsolódást bűnnek tekintenek, és úgy vélik, hogy állandóan komornak és szigorúan komolynak kell lenniük. Mindezzel azt sugalják mások felé, hogy a vallás egy zsarnok, amely vasfeszővel akarja kormányozni az embereket. Ez az egyik véglet. Más keresztények viszont azt gondolják, folyton új szórakozásokat kell kitalálniuk, hogy vidámak legyenek. Megszokják az izgalmakat, ezek nélkül kellemetlenül érzik magukat. Ez a másik véglet. Azonban a valódi kereszténység alapelveinek megismerése és befogadása mindenki előtt megnyitja az igazi boldogság forrását. Július 27. Hogyan kerülhetjük el a csapdákat? Senki sem él közülünk önmagának. Roma 14.7. Sajnos sok fiatal viselkedik úgy, mintha a próbaidő, a kegyelem ideje valamiféle világi ünnepnap lenne, és csupán azért élnének, hogy az állandó izgalmak forgatagában szorakozzanak. Sátán mindent megtesz, amivel rábírhatja őket, hogy a világi élvezetekben keressék boldogságukat. És igyegezzenek igazolni, hogy az eféle szorakozások nem károsak, sőt, szükség van rájuk. Az izgalmak és különféle szorakozások utáni vágy tör Isten népe számára, és különösen veszélyes a fiatalokra nézve. Sátán állandóan igyekszik elvonni gondolatainkat a jövőre váró előkészület ünnepélyes munkájától. A világi kettelések bőséges kínálata által lázban tartja az embereket, s rábírja a vigyázatanokat, hogy belemerüljenek a különféle kockázatos élvezetekbe. Az előadások és szorakozások végnélküli változatainak mind az a célja, hogy a világ szeretetére vezessenek azonban a világgal való egyesülés meggyengíti a hitet. A világi élvezetek szinte megőrjítik az embereket, és a pillanatnyi élvezetért sokan feláldozzák a menny barátságát az általa nyújtott békével, szeretettel és örömmel együtt. A keresztények számára a valódi boldogság sok forrása áll rendelkezésre és tévedhetetlen pontossággal meg tudják mondani, milyen az a kikapcsolódás, amely igazi felüdülést nyújt. Az ártatlan kikapcsolódással és pihenéssel nem tékozolják el fizikai és szellemi erejüket, és nem alacsonyítják le lelkületüket. A menny támogatását élvező kikapcsolódásban részt vehetünk, mert nem okoz csalódást, és nem jár szomorú következményekkel, nem rombolja le az önbecsülést, és nem tesz használhatatlanná. Csak akkor leszünk tökéletes biztonságban, ha a kikapcsolódásunk helyszínére magunkkal vihetjük Jézust, és megőrizhetjük az imádkozás lelkületét. Július 28. Örömforrások Isten adott az embernek, aki jó az összemély előtt, bölcsességet, tudományt és örömöt. Predikátor könyve 227 A fiataloktól nem várhatjuk el, hogy otthonülők legyenek, és olyan komolyan viselkedjenek, mint az idős emberek. Sem azt nem kívánhatjuk, hogy a gyermekek olyan megfontoltak legyenek, mint az édesapjuk. Miközben el kell kerülnünk a bűnös szorakozásokat, és gyermekeinket is meg kell óvnunk ezektől, Gondoskodjunk kellemes és ártatlan kikapcsolódásról, amely nem szennyezi be a fiatalokat, nem rontja meg erkölcsüket. Vajon nem volna jó olyan ünnepeket szentelni az úrnak, amelyek megemlékeznének szeretetteljes bánásmódjáról, gondviselő szeretetéről? A világ sok ünnepnapot tart. Az embereket lefoglalják a komédiák, lóversenyek, dohányzás és italozás, szerencsejátékok, amelyek által nyíltan kimutatják, melyik zászló alatt állnak. Isten népe gyakran rendezzen szent összejöveteleket, ahol megköszönjük Isten gazdag áldásait. Különbség van az ártalmas szorakozás és a felüdítő kikapcsolódás között. A valódi kikapcsolódás felfrissít, megerősít, épít és újjáteremt. Elszólít bennünket minden napi gondjainktól és foglalkozásunktól, felüdíti lelkünket, testünket, s így új erővel térhetünk vissza a munkánkhoz. A világi szórakozást az élvezetek miatt keresik az emberek, és gyakran túlzásba viszik, így felemészti a hasznos munkához szükséges erőt, s akadályozza az igazi siker elérését. Az a fajta kikapcsolódás, amely csak önmagunknak hasznos, nem szolgál olyan nagy áldására a fiataloknak és a gyermekeknek, mint az, amely mások számára is áldásá teszi őket. Kerüljük el a hamis és mesterséges szurakozásokat, és gondoskodjunk olyan örömforrásokról, amelyek tiszták, nemesek és felemelőek. Ünnepeinket ne a világ mintájára tartsuk meg, Azonban mégsem múljanak el észrevétlenül. Ezeken a napokon keressünk olyan örömforrásokat, amelyek elfoglalják a veszedelmes és káros szurakozások helyét. Július 29. Ami igazán megerősít: Járj a jó emberek útján, és az igazak ösvényeit kövesd. Példabeszédek könyve 2.20. Van a kikapcsolódásnak olyan módja, amely rendkívül áldásos. A jó és rossz közötti különbségtételre képes, megvilágosodott elme, bőséges, romlatlan és tanító jellegű forrás talál a testet lelket felüdítő kikapcsolódáshoz és hasznos időtöltéshez. A legnagyobb áldásunkra szolgál a pihenés a szabad levegőn és Isten műveinek szemlélése a természetben. Időt kell szánnunk a pihenésre, erünk megújítására és az elmélkedésre. Amikor pihenünk, lelkünk felüdül, és testünk megerősödik. Isten azt kívánja tőlünk, hogy minden erőnket, minden időben a legjobb célra használjuk fel. Gyűjön össze a testvéri közösség, és tegyünk mindent Isten dicsőségére, Pihenésünket úgy irányíthatjuk, hogy alkalmasabbá váljunk feladataink eredményesebb elvégzésére, és befolyásunk áldásosabb legyen azok számára, akikkel találkozunk. A testvéri összejövetelek hasznos és derűs találkozások lehetnek mindnyájunk számára. Felfrissült lélekkel és megerősödve térhetünk vissza otthonunkba, hogy megújulva folytassuk munkánkat nagyobb reménységgel és fokozott bátorsággal. Kiváltságunk, hogy életünk minden napján dicsőíthetjük Istent, hiszen nem azért élünk, hogy csak szórakozzunk, és a magunk tetszését keressük. Azért élünk, hogy az emberiség hasznára legyünk, a társadalom áldására szolgáljunk. Csodálhatjuk a természet szépségeit, s míg szemléljük Isten műveit a természetben, gondolataink szájának magasabbra, a természet Istenéhez. Emelkedjünk fel lélekben a világegyetem Teremtőjéhez, és imádjuk az Alkotót, aki ezt a sok szépséget, ami áldásunkra és boldogságunkra teremtette. Július 30. Ahová nem hívhatjuk meg Jézust. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogad beszédüket. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meglábodat ösvényüktől. Példabeszédek 1. 10 15 -ig. Akik jellemükben és vallási tapasztalataikban képmutatók, könnyen összegyűlnek az élvezetekért és szorakozásokért, s másokat is vonzanak néha olyan fiatalokat is rábírnak az ilyen összejöveteleken való részételre, akik igyekeznek a Biblia szerinti keresztényként élni. Azonban nem akarják, hogy különcnek gondolják őket, és hajlamosak követni mások példáját. Így azok befolyása alá kerülnek, akik talán sohasem engedtek szívükben az isteni befolyásnak. Ha a fiatalok imádkozó lelkülettel törekszenek az Isten iránti hűségre, és szem előtt tartják, mit mondott Jézus Krisztus arról a gyümölcsről, amelynek meg kell teremni az életükben, akkor felismerik, hogy a világi szorakozások visszatartják az embereket attól, hogy elfogadják a meghívást a bárány mennyegzőjére. Megtörténik, hogy a szorakozó helyek gyakori felkeresése által azokat a fiatalokat is elragadja az emberi befolyás varázsa, akiket gondosan megtanítottak Isten útjára – de sajnos ragaszkodnak a világias nevelésben részesült társaikhoz. Ha az elcsábított fiatalok nem rázzák le magukról ezt az igát, és olyanokat követnek, akiknek a lelkülete nem keresztényi, életük végéig tartó szolgasságba taszítják magukat. Téged is meghívnak majd a szorakozó helyekre. Maradj hű Krisztushoz! Ne keres mentséget a távolmaradásodra, hanem nyíltan és szerényen jelentsd ki, hogy te Isten gyermeke vagy, és egyetlen egyszer sem szeretnél olyan helyre menni, ahová nem hívhatod meg Jézust. Július 31. Akik szeretik Istent. Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és határozataidat megtartják. Zsoltár 119.63 Krisztus követőinek társasága és a világi összejövetelek között szembetűnő az ellentét. Hiszen az utóbbiakat pusztán az élvezetek és szorakozások céljából tartják, és ezeken Krisztus nevének említése helyett balga nevetés és lealacsonyító viccelődés hallatszik. Az ő vágyuk az, hogy jól mullassanak, ám szorakozásaik balgasággal kezdődnek és hiábavalósággal végződnek. Ami találkozóinkat úgy vezessük és úgy viselkedjünk azokon, hogy amikor visszatérünk otthonainkba, lelkiismeretünk tiszta legyen, mert nem sértettük meg Istent, sem embertársainkat, és senkire sem voltunk rossz hatással. Hisszük, hogy kiváltságunk, életünk minden napján dicsőíteni Istent, és nem a szórakozásokért és önmagunkért élni. Mások javáért a körülöttünk levők áldására szeretnénk élni. Akik igazán szeretik Istent, nem keresik az olyan társaságot, ahol nem becsülik Jézust. Isten gyermekei azt tapasztalják, hogy a keresztény társaság és beszélgetés táplálék a lelküknek, és az Isten szeretők körében, amely tiszta levegőjét lélegezhetik be. A keresztények szeretik egymást. A Krisztus követői közötti megbeszélések, egymás nagyra becsülése, bátorítása, támogatása, a tanítások, figyelmeztetések segítik a lelki fejlődésünket, mert a keresztényi közösség fenntartása megegyezik Isten tervével. A keresztények figyelmet tanúsítanak mindazok iránt, akik ugyanazt a drága hitet vallják, és azokhoz érzik közel magukat, akik szeretik Istent. Olyan közösséget alakítanak ki, amilyet a világ nem ismer.